korábbi évadok jársági sikerei után nem is volt kérdés, hogy számos csoport és szólista is elindul a néptánc és hagyományőrzés egyik hazai fővárosából, hogy az elődök nyomában az utódoknak is kivívja az elismerést. Ilyen volt a Jársság Gyermek Néptánc Együttes is, mely Busai Norbert és Zsuzsanna felkészítésével állt a színpadra a november 18-ai elődöntőben. Nagyon büszke voltam rájuk, a maximális tudást bemutatták a színpadon, nem is egyszer, hogy mind a két napon minden a fellépési lehetőségnél maximálisan teljesítettek. Szerintem a kihozták magukból a legtöbbet, nagyon nagy büszkeséggel töltött el, szerintem úgy, mint a városlakókat is egyaránt. Köszönjük, kérjük a pontszámokat, miért elájulunk! Tivár Böske! 10-es! Avócs Gergely! 10-es! Sebestyén Márta! 10-es Semő Ferenc, 10-es Kocsis Erikő, 10-es Beresz István, 10-es! Hatalmas taps és ováció tükrözte vissza a Jászberényi Gyerekek fantasztikus produkcióját. A csapat maximális 60 ponttal jutott be a középdöntőbe. Tényleg a páva történetében itt 2012-t ugye a felnőtt együttes, aztán szolisztikus kategóriában tavaly is az egyik gyermekcsoportunk az elődöntőig jutott, most aki a középdöntőbe vagyunk már, ez mindenképpen nagy öröm számunkra, és hát szeretnénk megfelelni, és hát lehetőség szerint még tovább jutni, bár nem egyszerű feladat, hogy itt az elődöntőbe a Busai Norbi és kedves felesége egy felvidéki táncokat vitt színpadra. Most úgy gondoltuk, hogy a középdöntőben kicsit nosztalgiázunk, mint a felnőtteknél jászsági, tehát hazai táncokat fogunk vinni, a Szűke Pátriánknak a táncát, és hát remélhetőleg egy olyan produkció lesz, amely meggyőzi a zsűrit arról, hogy érdemes tovább vinni a döntőbe, ott pedig majd már egy erdélyi táncot, tehát úgymond színes a paletta, hát reméljük, hogy ott sikeres lesz a középdöntőnk is. Én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy már most ott vannak a legjobb négy között, lehet azt mondani, ez egy nagy siker mind a Viganó iskola, mind a gyerekeknek a részére számára. Addig is folyamatos felkészülés és kemény próbák várnak a csapatra. A Jászság Gyermek Néptánc Együttesnek legközelebb a verseny középdöntőjében szurkolhatunk. De nem csak nekik szurkolhatunk majd, hanem a jászfényszarúi Horváth Áronnak is, akit Unger Balázs és Balogh Kálmán készített fel az élősóra. A tehetséges fiatal cimbalmos az elődöntőben szintén letaglózta a zsűrit produkciójával. És próbálkoztunk, de akkor nem jártunk sikerre, és mivel most is ebben az évben is gyerepáva volt, úgy döntöttünk, hogy megint jelentkezünk, és most sikerrel jártunk. Jóknak gratulálok! Hát lássuk a pontszámokat! Timár Böskétől elsőként. 10-es, Agócs Gergely. 10-es, és a tekintet, hogy hát mi más lenne. Sebestyén Márta, 10-es, Sebő Ferenc, 10-es, Kocsis Enikő, 10-es, Berec István. Nyomd, Pisti! Nyomd! 10-es! Áron szintén maximális ponttal kvalifikálta magát a tehetségkutató középdöntőjébe, és természetesen az iskola mellett már a következő megmérettetésre készül.